Az én jogaim addig terjednek, és más jogai is, ameddig mások jogait nem sértik. Nos, én abban a korban éltem, amikor ennek különös nagy jelentősége volt a zsidó törvények idején, amikor 45-ben senkinek se jutott eszébe, hogy tagadja a holokausztot, annak, hogy ilyen irányzat ne valósulhasson meg, hogy ilyen kijelentéseket ne tehessenek, hogy ilyen pártok, amelyek nyíltan vagy nem nyíltan, de ezt az irányzatot kívánják szolgálni, ezeknek a kiirtására sokkal nagyobb lehetőséget kellene biztosítani, elsősorban azzal, hogy itt az egyéni szabadság jogomat korlátozza a közérdek, mégpedig egy olyan közérdek, ami nem csak Magyarországon van, hanem amelyik az egész világon létezik, közvetlen veszélyt rejt, és aminek nem szabad még a veszélyhelyzetig sem tulajdonképpen eljutnia. Na most, ha itt nyugodtan el lehet a szólásszabadság címszó alatt Auschwitzba küldeni magyar állampolgárokat azért, mert zsidók, akkor én úgy érzem, hogy nem teszünk eleget. Ha ezt sokat hallják, hogy ezt is szabad, azt is szabad, a végén eljuthatunk oda, hogy mindent szabad. Nem szabad, csírájába kell elfojtani, hogy ne fordulhasson elő még egyszer az 1930-40-es évek szörnyűséget.